Gondokat okozott az éjszaka és a mai nap folyamán is a megerősödött szél és a jelentős mennyiségű, elsősorban havazás formájában jelentkező csapadék. Az ítéletidő a hegyvidéket és az ország keleti, délkeleti részét érintette. Székelyföld legnagyobb részén is problémát jelentettek a havazás és a széllökések az elmúlt 24 órában. Az utak a hó és szél miatt sok helyen nehezen voltak járhatók, egyes szakaszokon az úttestre zuhant fák akadályozták a forgalmat. Hargita és Kovászna megye néhány települése áram nélkül maradt, Parajdon azonban például a kiesést tartalék generátorral pótolták. A megye több tanintézményében felfüggesztették az oktatást. A belügyminiszter a narancssárga vészjelzésnek szentelt tájékoztatón számolt be a hatóságok közbelépéséről. Meg szeretném jegyezni, hogy ma éjjel több mint 3500 tűzoltó, 4500 rendőr, 3500 csendőr volt kint terepen. Tegnap 17 órától kezdődően megnöveltük a belügyminisztérium operációs központjának személyzetét a vészhelyzeti felügyelőség operatív csoportjával. A vészhelyzeti felügyelőség azokból a megyékből, ahol nem voltak gondok, személyzetet és felszereléseket küldött a hóvihar sújtotta térségekbe. Országos szinten is több utat kellett ideiglenesen lezárni. Elsősorban Dobrudzsában és az ország déli részén mintegy 30 ezeren maradtak egy időre áram nélkül. Az előrejelzés szerint a rossz idő nem tart sokáig, holnapra feloldják a vészjelzés érvényességét.